36 fokos hőségben is lelkesen zajlik a régészeti munka Dombóvár határában. Egy csapatnyi ember azon dolgozik, hogy feltárják a 14. század végén épült vár darabjait a föld alól. Rétegről rétegre haladnak a régészek. A tudósok 8 éve minden évben egy hónapot a terepen töltenek. A terepmunkát közel fél évnyi kutatás, komoly tudományos elemzés előz mindig meg. A Dombai család egykori rezidenciájából eredetileg mindössze 4 falcsonkot lehetett látni. A régészeti csoport vezetője megmutatta, miként működik a talajradar. Azért kezdtük el itt a déli épület szárnyat feltárni, mert ennek a pillérnek az állapota az évről évre romlik, és egy részleges, pontosabban egy műemléki állat megóvás miatt szükséges tudnunk azt, hogy a környezetében mi van, hogy akkor esetleg ennek a további sorsát, meg a megőrzését meg tudjuk tervezni. Úgyhogy a déli épület szárnynak a feltárás az amiatt indult meg. Utána a későbbi években végeztünk föl radaros vizsgálatokat, és akkor abból is sikerült olyan adatokra szert tennünk, amelyek építészetileg kérdésesek voltak, és ugye a földradaros vizsgálat az egy roncsolásmentes eljárás, ami ugye nem károsítja a lelőhelyet semmilyen módon, viszont nem alkalmas arra, hogy adott esetben építési periódusokat meghatározzunk vele, úgyhogy szelvényeket nyitottunk azokon a pontokon, ahol építészetileg érdekes jelenségekre számíthatunk. Az ország minden tájáról érkeznek régész kollégák, Békés megyéből, Csongrád megyéből, akik részt vesznek a munkában, továbbá Szeged és Pécsi régész hallgatók. Vannak még itt, valamint a Dombóvár város önkormányzata biztosít diákmunkásokat számunkra. Az elmúlt 8 év alatt a Dombaiak egykori várának a teljes területnek a 23%-át tártuk fel eddig, több mint 800 négyzetméternyi területen dolgoztunk, és az elmúlt évek alatt sikerült tisztázni a vár kiterjedését, a főbb építési periódusait, illetve a jellemző rétegtani viszonyait, és ezt a munkát folytatjuk idén is. Az eddigi feltárások alapján egy szabálytalan téglalap alaprajzú várnak a képe bontakozott ki, amely valamikor a 14. század legvégén vagy a 15. század elején épült, és az elkövetkezendő másfél évszázad folyamán ezt a folyamatosan bővítették és átépítették. Ahogy a család gazdaságilag, politikailag emelkedett, úgy a várukat is egyre inkább kiépítették, és a 16. század elejére egy főúri rezidencia lett belőle, ami a török hódoltság korában a hódító hadak kezére került, és a főúri rezidenciából 150 évre egy török végvár lett. Ezt 1702-ben a bécsi udvari haditanácsomból adta le. Ez az 1702. évben lezajlott várrombolás következményeként a várból a felszínen mindössze csak 4 falcsong volt látható, és a minden adat, ami a várra vonatkozik, azt a föld alól kellett előhívnunk. Úgyhogy az egyes építészeti részletek csak a földből kiásott falak alapján tudtunk következtetni. Várat színköltéses eljárással tárjuk fel. Az egyes feltöltés rétegeknek a szintjét próbáljuk a keletkezésük ellentétes sorrendben feltárni, és ezzel tudjuk a legpontosabb eredményeket elérni. A déli épületszányra, illetve a keleti várfal a tengelyére nyitott szelvényekben folytatjuk a munkát, és szeretnénk elérni az altalajt, ugye, ami a kaposnak a homokos hordaléka. És akkor itt ezeknek az épületeknek, vagy pontosabban a déli épületszájnak a pince szintjét szeretnénk most idén a lehető legteljesebb módon feltárni, illetve a keleti várfalnál van néhány építészeti kérdés, amit szintén tisztázni szeretnénk. Továbbá az elmúlt években az északi épületszárnynak a nyugati végét is elkezdtük feltárni, tehát annak az udvari homlokzati falához csatlakozott egy torony is, és akkor ennek a toronynak, illetve az ott található egyéb építményeknek az egymáshoz való viszonyát is most szeretnénk tisztázni. A Dombóvári Önkormányzat forrást és területet is biztosít a régészeti munkálatokhoz.
Idén a munkafeltételeken is javítottak. Pintér Szilárd, polgármester azt mondja, hatalmas a jelentősége ennek a munkának. A vár szempontjából nagyon fontos is Dombóvárnak is, hiszen a Dombóvárba nevünkben is benne van, hogy ez egy meghatározott területen, ahol most állunk. Ami az előző évhez képest még nagyon nagy előrelépés, hogy az önkormányzat megegyezett a tulajdonossal, és megvásároltuk, hogy így már az egész terület a város tulajdonát képezi, hiszen ez a vár egy rombjai átnyújtak egy magánterületre, és amelyik nehezítette annak a feltárását. Azáltal nyilván, hogy az egész területen miénket, illetve egy épületet is tudtunk vásárolni, így a szerszámok tárolása és a szociális helységek kialakításával is tudtuk emelni a munkafeltételeket, tehát a feltételek sokkal jobbak, mint eddig voltak. Ahhoz képest, hogy mennyi pénzt költünk más, ez a 4 millió forint elhanyagolható, illetve évre-évre pályázatot nyújtunk be, és annak segítségével tudjuk ezt a történetet zökkenőmentesen folyamatossá tenni. Nagyon fontos az is, hogy a szakképzési centrum is támogatja, hiszen a kollégiumban tudjuk elhelyezni az ásatást végző tudósokat, illetve kutatókat, illetve helyi vállalkozások is nyilván az ellátásunkban támogatják ezt a történetet, ami nagyon fontos, hiszen egy széleskörű társadalmi összefogás is már kialakult itt a kutatás-feltárás tekintetében. Ősszel bemutatnak egy dokumentumfilmet és színes kiadványt is a régészeti eredményekről. A városvezetés célja, hogy később járhatóvá, látogathatóvá tegyék a várromokat. Itt egy kilátót szeretnének létrehozni, ahonnan a vár vonulatát lehetne megcsodálni. Ez egy álom egyelőre, ami 2023-ban, 2024-ben valósulhat meg.